szekciójának nevében sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. A 10. Sváb Fiatalok Országos Kulturális Identitás Erősítő Találkozójának a konferenciáján. Külön tisztelettel köszöntöm Gromon István polgármesterét, Pilisvörösvár polgármesterét, Szabsz Lászlót, Friedrich Schiller Gymnázium igazgatóját, Oláné Szabó Anitát, a Cifra György Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatóját, Kreisz Lászlót, a Landesrat elnökét, Kassás Sándor zenekarvezető karnagyot, a Landesrat zenekari szekciójának elnökét, Kán János zenekarvezető karnagyot, a Landesrat zenekari szekciójának déli régiói elnökét, Manfred Mayer-Hofert, a Landesrat Fórum információs kiadvány főszerkesztőjét és a Dunajos Vágó Világszövetségének felvételeit. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai előadóinkat, és egyúttal szeretném is megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem nekik, hogy elfogadták a meghívásunkat és a felkérésünket. Zsámboki Szabolcsot, Dr. Mirk Máriát, és Dr. Müller Mártát. A következőkben szeretnénk ismertetni támogatóinkat, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. Miniszterelnökség, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság, Pilisvörösvár Városi Önkormányzata, Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisvörösvári Heimatwerk Egyesület, Magyarországi Német Énekzene és Tánckarok Országos Tanácsa. Ohne Unterstützung konnten wir diese Veranstaltung nicht organisieren. Amt des Ministerpräsidenten, Staatssekretariat für Kirche und Nationalitätenkontakte, Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, Stadt bzw. die deutsche Selbstverwaltung Velisvár, Velisvári Heimatwerk und Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. Ich übergebe die Worte Walter Mannhardt. Ich begrüße euch alle recht herzlich im Namen des Velisvári Heimatwerkes, im Namen der Velisvárer. Es freut uns riesig, dass heute so viele Teilnehmer da sind, leider noch nicht vollzählig. Wir haben in den letzten Tagen ziemlich viel gearbeitet, dass es heute so zustande kommen kann, wie es ausschaut. Und wir hoffen, dass ihr euch alle wohlfühlen werdet bei uns in Velisvár. Und jetzt werde ich auf Ungarisch wechseln, damit es alle hundertprozentig verstehen, worum es geht heute. Sokszeretettel köszöntök én is mindenkit a Velisvár Heimatwerk nevében. Ugye a konferenciánk témája van egy nagyon szép hosszú neve, sajnos nem tudom fejből, viszont a gyűjtésekről lesz szó. Azért gondoltunk erre a témára ma, mert ugye a Landesrat a Magyarországi Ének, Zene és Néptáncokkal foglalkozó szervezet. Ja, igen, bocsánat. Tehát a kultúrával foglalkozik elsősorban. Beszélhetnénk sokféle témáról, viszont azt gondolom, hogy mivel a kultúrával beszélünk, ez nem egy konstans dolog, nem egy olyan dolog, ami állandó. És így
Gondolom, ti is így vagytok velem, mi is a Verisán Heimatbergben szeretünk új dolgokat alkotni. Viszont miből alkossunk új dolgokat? Az első és legfontosabb szempont ilyenkor az, hogy olyan dologba alkossunk új dolgot, ami a mi kultúrák stílusjegyeit viseli magán, és a mi kultúrák része. Honnan is tudunk ilyen dolgokat szerezni? Elsősorban elsőfokú forrásból, ami ugye olyan személyek, akik manapság már viszonylag idősek, és első kézből tapasztalták meg ezt, nagyrészt a második világháború előtt vagy akközben születtek, és ugye belőlük sajnos egyre kevesebb van, és most én az a mondat, amit már biztos mindenki hallott, hogy az utolsó óra, utolsó percében vagyunk, de ez egyre jelentőség teljesebb, hiszen tényleg így van, viszont nem lehetetlen. Így van, és a Herrischlein Heimatwerk részéről mi is sokan aktívak vagyunk ilyen téren, amit azért szeretnék hangsúlyozni, mivel hogy mindenki vagy valamilyen német nemzetiségi identitással érkezik egy ilyen csoportba, de ezáltal, hogy beleássa magát egy viszonylag mélyebb bujrába a kultúrának, az identitása meg egy olyan szintjére léphet el, amit szinte előtte úgymond elképzelni sem tudod. Tehát, hogy egy sokkal másabb identitást fog érezni. Utána ezért buzítom mindenkit, hogy igenis legyen aktív ilyen téren. A mai konferencián meghívtunk előadókat a mai konferenciára, és ugye már föl lett sorolva a résztvevők neve, én úgy gondolom, egy kicsit hozzátennék. Zsámogi Szabolcs, Pilisvörösvárról, itt a legbal szélén ül. Ő a Vörösvár Város Önkormányzatának nemzetiségi referense, muzeológus is egyben, és mondhatjuk azt, hogy fiatal kora ellenére lexikont meghazudtaló tudással rendelkezik a Vörösvár és környék hagyományai kapcsán. Dr. Mir Mária, Pilis Szent Iván Németnemzetiségi Önkormányzatának hosszú évekig volt a tagja, valamint az ELTE jogi karának német tanára volt. Elmondása szerint jelenleg boldog nyugdíjas. És akkor végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni Dr. Müller Mártát és Dr. Kerekes Gábort, akik a Kinderheim és Bücheinder is már című kiadványról fognak nekünk beszélni, pontosabban Dr. Müller Márta. Ők az ELTE bölcsészettudományi karának germanisztikai intézetének az oktatói, mindketten, Márta elsősorban nyelvészeti téren, és Dr. Kerekes Gábor pedig irodalmi téren. Úgyhogy akkor elsőként szeretném megkérni Dr. Müller Mártát, hogy tartsa meg előadását. Példamutatóan összefogni egy helyi sváb közösség azért, hogy a faluban még a legidősebb generáció által ismert mondókákat és versikéket, szólásokat és közmondásokat összegyűjtse, és egy könyv formájában, Kinderheime und Sprüche aus Verisvár, dokumentálja és az idősebb, a fiatalabb generációk számára elérhetővé tegye. Jó. Tehát a következő 12-15 percben arról fogunk a pilisvörösvári Bajor mondókás könyv kapcsán elgondolkozni, hogy mit, hogyan, kitől kell jól gyűjteni, jól lejegyezni, jól szerkeszteni és jól kiadni,
hogy máshol is, más községben, más sláv faluban is létre tudjon jönni egy olyan gyönyörű szép mondókáskönyv, mint amit a Pilis-Vörös Várjak letettek az asztalra. Ezen a fólián két fotót láttok, a fotókért köszönöm szépen Gábornak a segítségét, mert ő hívta fel rá a figyelmemet, hogy ugye a fotón, a bal fotón a Grimm testvéreket látjátok. A Grimm testvérek ugye népmesegyűjtők is voltak, nem csak népmeséket gyűjtöttek, nem ők írták a népmeséket, ők csak gyűjtötték, hanem készítettek egy nagyon szép és nagyon híres szótárt is, és az egyikük egy grammatikát is írt, egy német grammatikát, de visszatérve a népmesegyűjtésre, profi volt mind a két Grimm testvér, Jakob und Wilhelm Grimm, nagyon értették a dolgokat, nagyon jól tudtak németül, mégis előfordult a gyűjtő munkájuk során, hogy volt olyan adatközlőjük, tehát volt olyan népmese mesélő, aki olyan mesét tudott nekik eladni, ami egyáltalán nem népmese volt, vagy egyáltalán nem német népmese volt, hanem például francia. A másik fotón Kodály és Bartók látható, akik szintén nagyon híres gyűjtők voltak, ugye ők népdalokat gyűjtöttek, és képzeljétek el, hogy velük is megtörtént ugyanez, azaz bármennyire is ültették a dolgokat, volt olyan dal, amiről kiderült, hogy nem helyi teremtésű, vagy kiderült, hogy nem is népdal. Ezért, ha nekifogtok valamilyen gyűjtőmunkának, akkor az a legfontosabb, hogy törekedjetek arra, hogy eredeti nyelvi adatokat, eredeti meséket, eredeti, azaz helyi közmondásokat, eredeti népdalokat, helyi népdalokat próbáljatok, eredeti helyi tárgyakat próbáljatok gyűjteni. Ha nyelvi adatokat akartok gyűjteni, mert az én szerepem ma Gáborral együtt, hogy a nyelvi adatok, nyelvjárás gyűjtésről beszéljünk, ugye Marika, te fogsz a népdalkincsről beszélni, Szabolcs, te pedig a tárgyi kultúráról fogsz beszélni, annak vagy a szakemberek. Tehát ha a nyelvi adatokat, nyelvjárást akarunk gyűjteni, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy az micsoda. Mit lehet gyűjteni, hogyha nyelvjárást akarunk dokumentálni? Lehet egyszerűen szavakat gyűjteni. Lehet teljes mondatokat gyűjteni. Lehet állandósult szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat gyűjteni. A fólián vörösvári példákat láttok. A vörösvári nyelvjárás egy bajor nyelvjárás. Vagy pedig lehet teljes szövegeket gyűjteni, hogy a vörösvárjak is ezt tették, mondókákat vagy versikéket, speciális alkalmakkor mondott versikéket, esküvőkön például, vagy pedig imákat is lehet gyűjteni, mert az imák is nyelvi szempontból egy tradicionális formában ismétlődő szövegnek számítanak. Milyen legyen a jó gyűjtés, a megbízható gyűjtés? Két dolognak kell teljesülnie, vigyázat, itt most két idegen szót fogok használni, de mindjárt el fogom magyarázni, hogy mit jelent ez a két idegen szó. Az egyik a reprezentativitás, a másik pedig, hogy homogén legyen a gyűjtött anyag. Akkor reprezentatív az általatok gyűjtött nyelvjárási anyag, hogyha a megkérdezett személyek csoportja, tehát akiktől gyűjtitek a nyelvi adatokat, a megkérdezett személyek csoportja tükrözi az egész beszélő csoportot. Ez azt jelenti, ha például ti is mondókákat vagy közmondásokat szeretnétek gyűjteni, ez azt jelenti, hogy a legidősebb generációt kell megkeresni. Walter nagyon okosan mondta azt, Walter, te mondtad, ugye, hogy a háború körül születetteket, sehr richtig, és ugye mind a két nemből kell beszélőket, egy férfit, egy nőt, egy férfit, egy nőt, egy férfit, egy nőt, mind a két nemből három-három főt kell megkeresni és megkérdezni őket, mert körülbelül ez a minimális szám, ami tükrözi egy adott falunak a beszélő közösségét. Azért három főt, mert ha az egyik A-t mond, a másik B-t, akkor a harmadik dönti el, hogy az A a helyes, vagy a B. Homogénnak kell lenni a gyűjtésnek, ez azt jelenti, hogy mindenkitől ugyanazt kérdezzük, nem változtatunk rajta, Midi nénitől még a karácsonyi szokásokhoz kapcsolódó szólásokat kérdezzük le, de Józsi bácsitól már a húsvéti. Ez két nincs, sajnos nem lehet. Legalábbis lehet, de nem, akkor nem homogén.
Fontos, hogy mindent ugyanúgy rögzítsetek, ez azért fontos, mert általában többen gyűjtünk egyszerre, és egységesnek kell lenni a lejegyzésnek ahhoz, hogy tényleg azt jegyezzük, amit hallottunk, és tényleg azt tudjuk majd utána kiolvasni, amit lejegyeztünk, és amit remélhetőleg az, amit Midi néni vagy Józsi bácsi mondott. És ha nekifogtuk egy gyűjtési akciónak, akkor a gyűjtésnek záros határidőn belül le kell zajlani, ez általában 1-2-3 év, de ne hosszabb, ne legyen hosszabb a gyűjtés. Na most akkor nézzük meg, hogy ki az ideális adatközlő. Ki az az ideális ember, akit érdemes felkeresni, azért mert jó, megbízható nyelvjárási anyagot kapunk tőlük. Legidősebb generációhoz tartozik, figyeljetek arra, hogy az egészségi állapota az megfelelő legyen, az azt jelenti, hogy tartósan kell bírnia az adatközlőnek azt, hogy mi kérdezősködünk tőle. Helyes artikulációval kell bírnia, ez német nyelvjárások esetében különösen fontos dolog, tehát hogy szépen tudja kiejteni a szavakat, el tudja választani a hangokat egy-egy szón belül, hogy segítse például a mi munkánkat, hogy helyesen tudjuk leírni a szavakat, és tudnia kell koncentrálni a hosszabb időn keresztül. Az a tapasztalatom, hogy a maximális lekérdezési idő 3 óra. Tehát, hogyha egy hosszabb kérdőívet kérdezi az ember, akkor vagy szünetet kell tartani, vagy egy másik napon kell visszatérni a kérdezésre. Szakirodalom szerint az az ideális adatközlő, aki 3 hónapnál hosszabb ideig nem volt Németországban, vagy Ausztriában, vagy a német nyelvű Svájcban, méghozzá azért, mert a 3 hónapnál hosszabb tartózkodási idő Németországban, vagy Ausztriában befolyásolja a beszélőnek a kiejtését, és valószínűleg egy-egy nagyobb presztízsű, új keletkezési szó becsempésződik ugye a szókincsébe az embernek. Tehát ez már nem a teljesen eredeti, helyi, mély nyelvjárás akkor. És nagyon önnyel bír, hogyha a házastárs is falubeli, és még nagyobb előnnyel bír, hogyha a házastárs is beszéli azt a német nyelvjárást, amit gyűjtök. Tapasztalataim szerint házastársak lekérdezése az egyik legeffektívebb, egyik legsikeresebb dolog a világon, mert a házastársak azonnal tudják egymást korrigálni, ez egy nagy előny az adott hűség szempontjából, és ez a korrekció, ez nem stresszes a házasság esetén. Én nekem az a tapasztalatom, fiatalok, hogy nem stresszes a házastársak számára. Sőt, mint több, a házastársnak a jelenléte a lekérdezési stresszt, a frusztrációt, hogy itt van egy viszonylag idegen, ja, és mindenféléket kérdeztő lenne, próbálja csökkenteni. Nem próbálja csökkenteni. A következő fólia egy mély meghajlás a vörösvári mondókás könyvnek az adatközlői előtt. Látjátok a neveket, hogy kik azok, akik elmondták nekünk a mondókákat és verségeket, amiket ismernek. Személyes szerb neveket látunk ezen a fólián. Azt hiszem összesen 13 vannak. És miután az adatközlőket így kiveséztük, jöjjünk mi magunk sorra, azaz beszélünk, gondolkozunk közösen egy kicsit arról el, hogy és mi mikor vagyunk ideálisak. Hogyha mi gyűjtjük az adatokat, akkor mi nekünk hogy kell viselkedni, mert nem csak állandóan mástól kell elvárni, hogy ideális körülményeket teremtsen számunkra, hanem mi magunknak is kell alkalmazkodni egy-egy helyzethez, lekérdezési folyamatban pláne. Akkor vagyunk jó gyűjtők, idegen szóval úgy mondják ezt, hogy explorátor, akkor vagyunk jó gyűjtők, hogyha tömören, pontosan, röviden kérdezünk. Nagyon fontos, és itt a fiatalok előnyt élveznek, akárki akármit is mond, a fiataloknak élesebb és szélesebb spektrum a hallása, mint a középkorúaké vagy az időseké. Nagyon fontos a jó hallás. Vörösváriak esetében nem mindegy, hogy azt halljuk, hogy valami egy paun, vagy valami egy paun, de az egyik bódent jelent, a másik meg bankot jelent, és hát nem mindegy, hogy ki hol van a vallásod, vagy pedig a padon. Fontos, hogy ha már jól hallottuk azt, amit szépen eltett ki az adatközlünk, akkor azt egy egységes rendszerrel tudjuk lejegyezni, ez egy fixa ideám nekem, de azért,
mert csak az egységes lejegyzési rendszer segít bennünket ahhoz hozzá, hogy azt meg is tudjuk olvasni, azt, amit fölvettünk. Ha már a felvételről van szó, hangfelvételt kell készíteni róla, természetesen nem egy ilyen régi hangfelvevővel, ezt még Edison konstruálta meg, Kodályék és Bartókék használtak ilyet, akár mobiltelefonnal is lehet, egy diktafonnal is lehet. A jó adatgyűjtő az udvarias, érdeklődő és barátságos, mert mindenki tudja, hogy adatgyűjtésnél az adatközlő, tehát aki mesél nekünk, az beenged a saját intim szférájába, az beenged a házába, leültet a konyhájába, meginvitál a nappaliába, ad nekünk egy kávét, egy pohár vizet, beenged az életébe, beenged a tudásába, és a tudása által beenged bizony a múltjába is, mert egy-egy szó kapcsán akár élettörténetek is terítékbe kerülhetnek. És most csodálkozni fogtok, mert biztosan sokan gondolnátok, hogy a jó gyűjtő az németül gyűjt. Igen, német nyelvet gyűjtünk, hogy a német nyelvjárásokat német nyelvnek a részét képzik, a magyarországi német nyelvjárások is, de nyelvjárási adatot Magyarországon sváboktól magyarul kell gyűjteni, mert ha én szépen német köznyelvi kiejtéssel kérdezek valamit az adatközlőtől, akkor az én szép német kiejtésemhez teljesen tudattalanul hozzá fogja passzítani a saját kiejtését. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy az elején én is németül gyűjtöttem. Azt hittem, hogy ebben segítem az adat között. Ha németül beszélek, akkor könnyebb neki svábul beszélni, vagy németül válaszolni, és svábul németül. És aztán rájöttem, hogy nem, mert azt hiszik, hogy a német köznyelvi kiejtés az szebb. Ez butaság. A német nyelvjárási kiejtés ugyanolyan szép, mint a német köznyelvi kiejtés. A nyelvjárás az nem kevesebb, az nem kisebb értékű, mint a német köznyelv, az regionális használat. Száz szónak is egy a vége, tehát magyarul tessenek kérdezni. Következő fólia megint egy meghajlás a vörösváriak előtt. Akiket láttok ezen a fólián, ők voltak az adatgyűjtők. A csodaszép mondókás könyv kapcsán látjátok, hogy sok asszony, vagy lány név van a fólián, ugyanis a gyűjtést legnagyobb részt a nemzetiségi német óvoda pedagógusai, a város nemzetiségi német óvó pedagógusai, óvó néniei gyűjtötték. Miután megvan a felgyűjtött anyag, azután meg kell szerkeszteni azt az anyagot, amit felgyűjtöttetek, és most röviden arról szeretnék beszélni, hogy ez miből áll, mert a gyűjtésnél, lejegyzésnél nem áll meg a munka. Át kell nézni az anyagot a tekintetben, hogy csak eredeti nyelvjárási anyag van benne. Például a mondókáskönyv esetében előfordulhat, hogy a mondókákat úgy itt-ott felszedegeti az ember, előfordulhat, hogy becsempés szűdik, például egy külföldi tartózkodás, vagy egy továbbképzés kapcsán egy frank mondóka a bajok mondókák közé, és adják is tovább generációra generációra ezt a mondókát, de frank kiejtéssel, nagyon édes, frank kiejtéssel a bajok, és ez valami benne ragad a helyi mondóka kincsben, és ezeket ki kell gyomlálni, ha tényleg eredeti és helyi mondókákat akartok kiadni. Át kell nézni és egységesíteni kell a lejegyzést, mert senki sem tökéletes, yeah? Nobody's perfect. Az ismétlődéseket törölni kell, mert hogyha többen dolgoztok, és több embert kérdeztek le, akkor előfordulhat, hogy egy-egy mondókát mind a hatan ismernek. Utána el kell készíteni a német köznyelvi lejegyzését, az azt jelenti, hogy megvan ugye az adott falunak a nyelvjárásában a mondókban, és meg kell írni hozzá a német köznyelvi verziót, hogy mindenki tudja érteni. És miután a nyelvjárás nagyon sokszor régi szavakat is tartalmaz, archaikus szavakat, ezeket érdemes néha kommentálni. Használt jogmutatót érdemes írni hozzá, ha használtatok szakirodalmat, akkor azt a végén illik föl sorolni, és ami nagyon-nagyon fontos, és akik nélkül nem lehetett volna, hogy létrejön egy nagyobb gyűjtemény az adat közöknek és az adat gyűjtőknek a neveit föl kell sorolni.
A szerkesztés után következik a lektorálás. Hogyha egy szép kötetet akartok előállítani, aminek ami példaértékű, ami jó minőségű, akkor gondolnatok kell arra, hogy egy külső, egy független lektor, aki azonban ért hozzá, átnézze. Aki nyelvileg, szakmailag topon van, annak a kezébe kell adni, tördelés előtt és tördelés után is, mert tördelés során is kerülhet bele hiba. És hogyha ez mind megtörtént, akkor az utolsó lépés, hál' Istennek, a kiadás. Nos tehát, és mindjárt a végére érek az előadásomnak. A gyűjtési akció, ami Vörösváron éveken keresztül zajlott, 2016-ig zajlott, 2017-ben koronázta egy nagyon szép kis mondókáskönyv, és azért büszkék a vörösváriak erre a mondókáskönyvre, mert ebben olyan mondókák jelentek meg, amelyek máshol még nyomtatásban nem láttak napvilágot. Ugyanis a nyomtatásban már megjelent mondókák felett szerkesztői, vagy pedig kiadói jog védi őket. Igen? És hogyha az ember könyvben gondolkozik, nem más formátumban, hanem könyvben, akkor a mai világban erre jönni kell, hogy jogokat ne sértsen az ember, mert annak következménye lehet. Fontos az is, hogy legyen forrásotok, hogy valaki tudja fedezni a könyvkiadást, ez Pilisvörösvár esetében, hál' Istennek, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat végezte, ő fedezte a kötetnek a kiadását. Nos hát, a könyv, amit nagyon szívesen, nem is tudom, hogy lesz-e mód arra, hogy konkrétan kezükbe vegyék, jó, akkor erről még nem beszélek, mert ez egy meglepetés lesz a számotokra. A könyvre azért nem adtam körbe, mert egy meglepetést fogtok majd kapni. Nem most, kicsit várni kell, de majd kaptok, lesz a meglepetés. Azért egyedülálló ez a könyv, mert ilyen formában, ilyen szerkezetben, ilyen gazdagságban és ilyen autenticitással, ilyen eredetiségében a Pilisvörösvári mondókás könyv az első. Maga nemében egyedülálló, ami megjelent Magyarországon. És ezt nem lokálpatrióta érzülettel jelentem ki, hanem annak tudatában, hogy miután ez a szakterületem, amivel ezzel foglalkozom hétfőtől péntekig, valamikor vasárnapig, körülbelül tudom, hogy milyen publikációk jelentek meg ezen a területen, és falvak, illetve kisvárosok beszélő közönsége tekintetében még ilyen minőségű és szerkezetű munka nem jelent meg. Hát időben hol tartok? Noch drei Minuten? Na, zwei Minuten. Jó. Ich werde mich kurz fassen. Ha majd kezetekben lesz a mondókáskönyv, és kinyitjátok, akkor látni fogjátok, hogy egy-egy mondókának két oldal van, szentelve egy bal, meg egy jobb oldal. Bal oldalt az eredeti kézirat jelenik meg, ahogy a gyűjtők az adatközlőktől, a némiktől és a bácsiktól felgyűjtötték, és a maguk laikus módján lejegyezték a mondókákat. Ezek a lejegyzések, ezek nem egységesek, de úgy gondoltuk, hogy ez egy kultúrgut, tehát ez egy kulturális kincs, ami azt mutatja meg, hogy milyen szeretetre méltóan próbálták a vörösváriak a saját mondókás kincsüket valamilyen módon magyar, vagy magyar és német, vagy német betűkészlettel lejegyezni ezt. Többnyire csak a vörösváriak tudják kiolvasni, de a vörösváriak miatt bekerült a könyvbe. Alatta, szintén a bal oldalon láttok egy átiratot, ami még mindig a bajor nyelvjárási átirat, de ez az átirat csak német betűkészlettel operál, csak német betűkészlettel készül, ami azt jelenti, hogy mindenki el tudja olvasni a vörösvári bajor mondókákat, aki németül tud olvasni. Tehát ti is el tudjátok. Hogyha németül tanultatok az iskolában, ti is el tudjátok olvasni. Tudtok vörösvári bajorul olvasni. És aztán a jobb oldal található meg ugyanaz a mondóka,
de németre, német köznyelvi formára átírva, és ez azért volt fontos, mert néha a mondókákban voltak olyan fordulatok, van olyan nyelvtani szerkezet, vagy van olyan szó, amit ma a német köznyelv már másképp fogalmaz meg. Ez egy minta, kinagyítva a fólión, és látjátok, hogy a bal felső mondóka az magyar betűkészlettel íródott. Tehát aki magyarul tud olvasni, el tudja olvasni. Sykes, moi Sykes, and Sykes of Bresi, Istaliera naus of Lesi, Santi Kinda naus of Tum, Kéti Vixen, Umadum. Alatta található a német betűkészlet, amit mindenkiért tud olvasni, aki németül tud olvasni, és jobbra tőle található a német köznyelvi forma, és látjátok, hogy a mondókának az utolsó sorában van egy szó, ami abszolút délnémet szó, tehát bajorok és a svábok használják, Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, ja? És ez a Vixen szó, és azért, hogy a fiatalok, a mai fiatalok ezt megértsék, ezért ezt kommentáltuk. Fixen, ez itt azt jelenti, hogy prügöl, tehát megraknak, ja? vagy pedig pofán. No, de nem ezzel akarom én az előadásunkat zárni, hanem inkább szeretném minden vörösvári adat közül, minden vörösvári adatgyűjtő és minden vörösvári sváb nevében arra biztatni benneteket, hogy ezt a szép könyvet mintául véve gyűjtsétek fel ti otthon a saját beszélő közösségetek, a saját falvatoknak a mondókás kincsét, és aztán, ha felgyűjtöttétek, akkor ezt a kincset tegyétek közkincsé, úgy, ahogy a vörösváriak tették. És ehhez nagyon jó kedvet kívánunk mindannyian számotokra. Mi maradt más hátra, mint semmi megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket. Tamsejfjöz, Cuhiel. Köszönjük. Mielőtt tovább mennénk a következő előadóhoz, kicsit beszorogom, és szeretném megkezdeni, hogy kérdése van esetleg valakinek az előadáshoz kapcsolatban. Na. Köszönjük a csodálatos előadást. Először is a nagyon szép sok dologról volt szó. Egy gondolat egyből elindult a fejemben, hogy mit nevezünk eredetinek. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert például ha én a szüleimhez fordulok, akik még például az apukám sváb, tehát ő neki az apukájától, anyukájától svábul tanult, de már az ő iskolai életében szerepet játszott a magyar, és neki már az az eredeti, az, hogy főleg mamámnál is hallom, hogy ami nem jut eszébe németül, az eleve magyarul mondja. Tehát az, hogy eredeti, az azt jelenti, hogy aki bejött, felszállt a tegyük föl hajóra, akármire, amivel bejött Magyarországra, például nálunk a fuldai svábok, vagy itt északon, ha jól hallottam, akkor főleg a bajorok, de azért rengeteg hatalmas nagy különbség van a kettő között, és főleg ugye eltett 300 év, és azért ez jelentős különbség látszik a nyelvben, és ebben teljesen biztos vagyok, látszik az egyházi szövegekben is. Például az akkori bibliákban, vagy ami még rendelkezésünkre áll, hogy már lassan nem sok mindenki tudja elolvasni. És látszik az is, hogy amit nevezhetünk mi eredetinek a 19. századi forduló nyelvét is, és az teljesen más, mint például az eredeti bibliákban szereplő szöveg. Tehát innentől én egy kicsit zavarba vagyok, hogy mit nevezünk mi eredetinek, és mit szeretném mi eredetiként eladni. Bocsánat, ez ilyen kommersz szöveg, de az eladás az abban is szerepel, hogy mit szeretném mi a következő generációknak továbbadni, és ezért használtam ezt. Ezért ez lenne az első kérdésem, hogy hát az eredetiség az mégis honnan származtatjuk, és mégis mi az a null pont, amire mi azt mondjuk, hogy na hát ez eredeti, de onnantól már nem az.
viszont előtte igen. És mi van, ha előtte ez volt az eredeti, és mi meg tévesek vagyunk, és közben, és mi van, ha a szüleim is eredetül beszélnek az ő korukhoz képest, de mi azt mondom, nem tartjuk eredetének. Ez egy nehéz kérdés, tudom, nem tudom, lehet erre válaszolni. Nagyon megtisztelő, köszönöm szépen. Látom, hogy Lénintről érkeztél. Megkérdezhetem, hogy hogy hívnak. Köszönöm. Tehát a kérdés, illetve a kommentár a végén, hogy ez egy nehéz kérdés, az relatív. Úgy gondolom, nekem nem nehéz a kérdés, amit feltettél. Lehet, hogy nehéznek látszik ez a szituáció. Ugye a nyelvészetben a nyelvészet úgy dolgozik, hogy bizonyos határokat szab, ami azt jelenti, hogy szövetüket ver le, mert mindennek a felmérésével, az egész univerzumnak, nyelvi univerzumnak a letérképezésére nem vagyunk képesek. Tehát ez egy idea, ami után szalad az emberiség, mint ahogy sok más tudományban, vagy az élet sok más területén is ideák kell, hogy vezéreljenek, és ez így jó. De hétköznapokban erre senki nem képes. És ezért a Vörösvári Mondókáskönyv esetében, a VVD-ek majd másképp csinálják, a Vörösvári Mondókáskönyv esetében mi úgy döntöttünk, hogy az számít helyi bajor mondókának, amit a legidősebb generáció még föl tud mondani, amit az adatközlők, akik közül szintén sokan aktív ilyen nyelves beszélők, valóban vörösvári bajorként identifikáció. Köszönöm. Azonosítanak, amit a szerkesztők, akik több nincs távol, vörösvári bajor nyelvjárás, egyikünktől sem, az egyikünk az irodalommal foglalkozik, tehát a mondókák, mint irodalmi gátunk, az számára elég ismerős, a másik az nyelvészettel foglalkozik, tehát én ich bin in meinem Element in dieser Hinsicht. Vörösvárinak minősítünk. Nota bene, amit említettem az előadásban már, hogy a nyelvi anyag átnézésénél tudtunk olyan mondokat találni, ami nem vörösvári bajor, tehát volt egy szülő, ami be is bizonyította, hogy ezt a vörösváriságot, vagy az eredeti vörösvári bajorságokhoz tudjuk tartani magunkat, és utána még mindig van egy szint, azok pedig a lektorok. Kötetnek a lektora Manhetz Károly volt, aki vörösvári születésű, szintén a magyarországi német nyelvjárásokkal foglalkozik, tehát az utolsó instanciaként ő volt az, aki megnézte ezt a kötetet, és el tudta dönteni, hogy mi vörösvári vagy mi nem. Köszönöm szépen, és hirtelen még egy kérdés megfogalmazódott. Tehát ha már tényleg így a vörösvári szempontból van nézve a dolog, és tényleg utána fész, hogy ezt a vörösvárról számozik-e vagy sem, ez lett volna a következő kérdés, ami például nagyon közel van Solymár, akiket ismerek nagyon sokat, például itt a Dunakanyarban vagy Pest környéki svábok nagyon sokan, hogy milyen mondók lehetnek például ugyanazok, amik keringenek, és ez hogy lehet úgy mondani azt, hogy na, ez Vörösvári, a másik Solymária, amikor itt átmegyünk, és majd ebből ott vagyunk Solymáron. Például én ezt azért mondom, mert nálunk sem egyszerű, tehát azért nálunk ott van Bozsog, ott van Somberek, ott van Feked, és átmegyünk a faluba, és egy más hangzott, egy magánhangzott másképp mondanak, de a történet lényege ugyanaz, és aki átmegy, az nagyjából meg is érti, csak azért furcsa az egész helyzet, mert mégiscsak helyhez van kötve a könyv, és így azért elvárja az olvasó azt, hogy akkor ez tényleg vörösvári, és ez innen származók, és erre nem muszáj válaszolni, csak így gondolkodatásképpen számom. Biztos, hogy ez nagyon jó utáján dolog, én ezt nem azt... Az, hogy válaszolok el, vagy válaszolni szeretnék, azt ennek a jogát szeretném megtartani, tehát a muszájsággal az ennyit szeretnék hozzátenni. Szeretnék válaszolni rá, és tudok is válaszolni rá. Pilis Vörösvár esetében a rokoni, barát és a munkakapcsolatok azok nem korlátozottak a falura. Tehát Pilis Vörösvár már a 20. század elején is regionális szinten egy fontos központ volt, és ami a
nyelvi kapcsolatokat illetően nyelvbeszélők által létezik, és e tekintetben Pilisvörösvár Piliszentivánnal és Sormárral szoros viszonyba került. Ugye voltunk házasságok ide-oda, az én családomban is van egy piliszentiváni nagymama, de attól függően, de ebből következik az, hogy a három település között, beszélők között egy állandó kapcsolat volt, de ettől függően az, hogy mi piliszentiváni és mi solymári, vagy mi pilisvörösvári, azt a hangtan szintjén egyértelműen el tudjuk különíteni. Erre példának tudom hozni Marikának a doktori munkáját, vagy példának tudom hozni Anhetz Károlynak a kisdoktori munkáját. Ő 6 települést vizsgált meg itt a környéken, és állapította meg, hogy a hangok szintjén, tehát a hangkészlet szintjén milyen különbségeket tudunk felmutatni. Piliszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Üröm, nem is tudom, hogy mi volt, még van. Köszönöm szépen, igen, viszonylatában. Tehát a hang szintjén, a hangtan szintjén vannak különbségek. A szókészlet szintjén lehet, hogy vannak különbségek, nekem eddig nem tűnt fel markáns vagy kiugró különbség, de valószínűleg azért nagyon sokat közeklek Pilisvörösváron, a pilisvörösvári bajor beszélők között. Ami a mondókákat illeti, főleg, hogyha a falvak beszélő közönsége ilyen közös, ilyen szoros közösségben él, mint ahogy a vörösváriak, a szentivániak és a solymáriak, házasság, rokonság, keresztülőség, munkakapcsolat, tehát ez kicsit olyan, mint a drei Länder-Eck. Elkerülhetetlen, hogyha valaki beházasodik egy piliszentiváni családba, vagy egy solymári beházasodik egy pilisvörösvári családba, akkor nyilvánvaló, hogy az, ami a fejében van, az solymár határán nem teszi le. Tehát a solymári mondókánk, hogyha egy solymári asszony vesz egy vörösvári hirtelenben feleségül, akkor nyilvánvaló, hogy a solymári mondókák átkerülnek a vörösvári mondókás mondóka kincsbe. Köszönjük szépen, és most is elnézést kérnék mindenkivel, de sajnos a szűk időkorlátok miatt átugrunk a következő előadóra, aki Zsámboki Szabolcs lesz, és a Pilisvörösváron gyűjtött népviseletekről fog egy kicsit beszélni nekünk. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy icipicit módosítanék a bemutatásomon, mert hogy nem vagyok múzeológus, csak egy középfokú múzeumi gyűjteménykezelő, és hogyha valaki itt hozzáértő lenne, nehogy azt gondolja, hogy fantasztikus főiskolai végzettségem van, mert hogy nincsen, de ezt igyekszem a gyűjtésekkel és a gyűjtések alatt összeszedhető tudással valamelyest kompenzálni. Gyorsan ezt elindítom. Szuper, el is indul. És akkor még egy icipici javítás, hogy a Művészetek Házának a rendezvény szervezője vagyok, és van nekünk két gyűjteményünk is. Olyan szerencsések vagyunk, van egy tájházunk a Kápolna utcában, ami egy szép nagy helytörténeti gyűjtemény, és van itt nem messze egy kis gyűjteményünk, a Schwab Sorok, ami időszaki kiállításokat mutat be, de a gyűjtőmunka során már ott is egy viszonylag nagyobb néprajzi anyag összegyűlt. Nem csak népviseleteket gyűjtök, hanem a néprajzban tulajdonképpen minden, amivel még az ember össze tud futni a családoknál és a házakban. Ezek nagy része padlásokról, pincékből kerül elő. A népviseleteknél olykor szerencsénk van, hogy még szekrényben őrzik,
de nagyon sok esetben ezeket is nem éppen a legmegfelelőbb módon, és így sok esetben nagyon leromlott állapotba kerül már a gyűjteménybe a viselet. A tájházban összegyűjtött anyag a 70-es években kezdett el összegyűlni. Gromon Andrásné, Manherz Mária, Mici néni a gyűjtő, és ezért a viseletnek a nagy része a tájházban teljes mértékben megtalálható. Azonban nagyon sok olyan ruhadarab van, ami hiányos volt, ezért kezdtem el én a gyűjtőmunkát, és az elsőt azt mutatnám is, mert hogy és tulajdonképpen innen kezdődött a gyűjtés. Gyerekkoromban nálunk a családban már népviseletet senki nem hordott. A dédnagymamám pár évet élt, amikor én megszülettem, de már ő sem járt népviseletben, azonban a testvére az igen. És a nagymamám nagyon sokat mesélt arról, hogy a testvére a kötény alatt hordott egy zsebet, mert hogy a szoknyáknak nem volt zsebe, és ebbe a hát úgymond a normál emberek a spórolt pénzt, imakönyvet, zsebkendőt tartották, de ez a rokon teletömte nápolyival, és egész nap ebből majszolta a nápolyit, és elkezdett engem érdekelni, akkor még ugye néprajzilag teljesen egyszerű szinten, hogy milyen is lehetett ez a zseb. És ez egy idő után előkerült, és hát ott láttuk azt a fotót, ami egyébként a Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen ebben a példányban jelent meg 1985-ben, mert hogy Major Katalin a vörösvári viseletről készítette egy tanulmányt, ami nagyon jó alapot ad a gyűjtőmunkához, viszont nagyon sok kiegészítést is igényelt. Aztán ugye megjelent ez eredeti formában is, aminek nagyon örültem, amikor felleltem egy ilyet. És tulajdonképpen innen indult meg a gyűjtőmunka, mert nagyjából ez az az időpont, amikor a tájházba oda kerültem, ez 2009 volt, szóval pontosan 10 éve, és tulajdonképpen először nem igazán fogtak meg a viseletet, hanem csak úgymond szorgalomban segítettem Mici néninek, de ahogy előkerült ugye 10, 20, 30, aztán több száz viseleti darab, és mindegyiknek más neve volt, mindegyiknek más anyaga volt, mindegyiket máshova vették föl az eredeti viselői, akkor már elkezdett érdekelni, és azt gondoltam, hogy jó lenne és lényeges lenne, hogyha ez le lenne jegyezve, és úgy pontosan fel lenne gyűjtve, hogy az utókornak tovább tudjuk adni már akkor, amikor ugye adatközlők sajnos már nem lesznek. Ma már csak egy néni él, aki népviseletet hord, sajnos már ágyhoz, székhez van kötve, ezért tulajdonképpen már ő sem igazán viseli a népviseletet, de még sokan élnek olyanok, akik lánykorukban, sőt, még fiatal asszonykorukban is a viseletet hordták, így ők a mai napig nagyon jó adatközlők tudnak lenni. Itt is felmerülhetnek kérdések, mert hogy ugye ezek az asszonyok általában 40-es, 50-es években mentek férjhez, ekkor volt az utolsó olyan időszak, amikor még viseletben esküdtek az emberek, leginkább az asszonyok, mert hogy a férfiak nagy része ekkor már polgári ruhát viselt, de tulajdonképpen ez a korosztály már csak a legutóbbi viseleti darabokról tud beszélni, és esetleg úgy tud beszélni a régebbiekről, hogy az anyukája vagy a nagymamája hordta, és attól függően, hogy mennyire emlékszik még ezekre a különböző viseleti darabokra. Így egy szóval a vörösvári viselet körülbelül 2-3, de akár 4 korszakra is bontható, és ugye csak az utolsót tudjuk ma már felgyűjteni. Ennek a korábbi változatait már csak a dokumentációkból és leginkább a fotók alapján tudjuk feldolgozni. A következő viseletet kiegészítő darab, ugye előbb sem konkrétan viseletről beszéltem, ez is csak egy kiegészítő darab, ez egy fejvédő kerek párnácska, és hát erről nagyon sokat meséltek, még mikor gyermek voltam,
és ez is szintén elkezdett érdekelni, nagyon hosszú ideig gyűjtöttem, sehol nem találtam már eredeti példány belőle, és akkor megpróbáltam fotót keresni. Természetesen ugye a fotóknak eddig körülbelül 7000 fotót gyűjtöttem össze Vörösvárról, ami be van digitalizálva, és nagyjából a 90% a műteremben készült legszebb viseletben, és nem úgy, hogy otthon éppen kapál valaki, vagy a padlásra fölviszi a mosatruhát, így ebből a hétköznapibb, és ugye az életnek a nagyobb részéből nagyon kevés fotóanyagunk van. Gondoltam, hogy fotót gyűjtök erről a karikáról, ami ugye a fejet védi attól, hogy a kosárban lévő súly nyomja, és hát egész Vörösvárt végig gyűjtöttem, sehol nem került elő ilyen fotó, míg nem, a családi archívumban az egyik rokontól előkerült az ők nagymama, és éppen német rokonok voltak itt, akik ugye lefotózták. Látszik is a fotón, hogy nem egy műtermi minőségi fotó, de viszont a kosár és a kosár alatt ez a karika nagyon jól látszik, és azóta már hála jó Istennek eredeti darab is előkerült, így gyakorlatilag megvan a neve, van róla fotó, tudjuk, hogy mire használták, és van egy eredeti darab. Én ilyenkor szoktam feldolgozottnak ítélni egy témát. Ugye, amit előbb már mondtam, a viseletekben leginkább a tájházba ástam bele magam, ami az évek folyamán egyre fontosabb lett, és igyekeztem mindent lejegyezni, amit Mici nénétől tanulhattam, és ezzel egy időben, amiről már ugye a Márta beszélt, fontos volt az is, hogy ne csak az ő véleményét gyűjtsem föl, és az ő adatközlését, hanem igyekezzek még olyan időseket találni, akik ezt vagy megcáfolják, vagy megerősítik. A tájháznak a viseletgyűjteménye hatalmas, itt a környékben a legnagyobb. Elkezdtük a leltározását is, és a muzeológus nagyon jól ismeri a Szent Iváni és a Solymári gyűjteményt is, ezen kívül még a szoros környék néprajzi gyűjteményeit, és ő állította, hogy ez a legnagyobb gyűjtemény. Sajnos a digitalizálás és a leltározás félbe maradt, de bízunk benne, hogy a jövőben majd tud folytatódni. A következő nagyobb próbálkozás, ami szintén gyűjtőmunkát igényelt, 2013-ban volt, akkor kezdtem a Művészetek Házában dolgozni, és megpróbáltunk a Vörösvári Napokon, a templombúcsúhoz kötődő ünnepen a megnyitóján bemutatni egy traktensaut, egy viseleti bemutatót, és egyébként ezek a fiatalok adják a magját a Verisvárer Heimatwerknek, a mostani nagy tablétszám ezekből a tagokból kezdett kialakulni. Ekkor még nem mondanám azt, hogy szuperül értettem a viseletekhez, így visszanézve nagyon sok mindent lehetett volna jobban csinálni, de igyekeztem fejlődni, és ez mind a gyűjtés során ösztönzött arra, hogy minél alaposabban igyekezzek feldolgozni a viseleteket. A Svábsarokban volt egy népviseleti bemutató, ami néhány hónapig volt megtekinthető, és az alsó ruházatról, amiről ugye ritkán kerül szó, és fotó meg ugye természetesen egyáltalán nincsen, az alsó ruházattól kezdve a kendő tűjig mindent be lehetett mutatni, amit addig fel tudtam gyűjteni. Eltelt 10 év a gyűjtés során, de a mai napig úgy érzem, és a dokumentumok meg az anyag is mutatja, hogy talán soha nem ér véget a gyűjtés, mert mindig felnyitnak egy parasztszobát, ami 30 éve zárva volt, mindig találnak a padláson egy szekrényt, amiben előkerülnek népviseletek, és a mai napig vannak olyan dolgok, amik még nekem is újak, és utána kell nézni, hogy tulajdonképpen mire is szolgált, és hogyan készítették. Major Katalinról már beszéltem, egyébként 78-ban írta a szakdolgozatát, ami 85-ben jelent meg, és tényleg nagyon jó alapot adott a gyűjtőmunkánál, mert hogy ő még olyan szerencsés volt, hogy
a régieket tudtam megkérdezni, míg én már csak, hiába 90 évesek, de én már csak az újabbat tudom megkérdezni. Ő még meg tudta azokat kérdezni, akik a polgárosodást még nem igazán élték át, és az eredeti viseletet hordták. Most következne pár régi fotó, amin nem fog pontosan látszani, nem mindegyiken, amiről beszélek, de igyekszem a lényeget elmondani. Az asszonyok itt Vörösváron és a környékben is kezdetben melltartó helyett kendőket hordtak, ezek lehettek pasmírból, vászonból vagy selyemből, és ugye a történetek alapján tudtam, hogy hordták ezeket az asszonyok, viszont fotó nem igazán van, ugye felső ruha nélkül nem mutatkozott senki, hogy ezt láthassuk, viszont ennél a fotónál az ülőhölgynél és az ülőhölgy mögött álló lánynál ez nagyon jól látszik. A hölgy, aki ül, neki a kabátkája alatt egy kasmírkendő van, ez egy sötétebb, és hátul a lánynál pedig egy vászon, amit a lányok a későbbiekben mellényre véve hordtak a vállukba is. Itt is ugye gyakorlatilag a picitől a szülőkig minden viseletet megtalálunk, és itt a lány mellén volt az, ami fontos volt, mert hogy nagyon kevés maradt meg ezekből a ruhadarabokból, és ugye volt itt kérdés, hogy miről lehet tudni, hogy Vörösvári, Solymári, a fotóknál sem egyszerű, egyébként Solymáron is gyűjtött, és nagyon picike eltérések vannak, és vannak olyan fotók, amikkel különösen örülök, például ez is az, mert hogy a lányoknál a mellényen látszanak azok a kis fogacskák itt elől, és ilyen farkasfogak csak Vörösváron kerültek a mellényekre, szóval vannak olyan fotók, amik 100%-ig biztosra mondhatóan vörösváriak. A legtöbb fotót igyekszem úgy gyűjteni, hogy datálva legyen, szóval le legyen róla írva, hogy ki szerepel rajta, nagyjából mikor készült. Ez szintén a meghatározást és helyi meghatározást meg tudja könnyíteni. Hogyha tovább megyek, itt például a férfi kötény volt a fontos, amiről nagyon kevés fotó van. Ugye itt nálunk az asszonyoknak és a lányoknak a kötényeit mángorolták. Szóval ez egy vászon, egy nagyon finom vászon, ami ki van keményítve, és egy kősúlyos mángorlóval, ebben nagyjából 200 kg kő van, ide-oda tolják, és ettől lesz fényes ez a kötény. Sokan azt gondolják, hogy viaszos vászon, de nem az, hanem hosszas óráknak a munkája, hogy ez el tudjon készülni, és ebből a férfi ünnepi kötény is mángorolva volt, még a hétköznapi az egyszerű mosóanyagból készült ugyanúgy, ahogy az asszonyoknál. Ez az egyik kedvenc fotóm, leginkább azért, mert hogy ritka az, hogy egy fotón ennyi féle fajta és formájú viselet megtekinthető legyen. Hát itt a paletta az jó nagy, és a nagyításnál hatalmas kutató munkát adott nekem, hogy a különböző ruhadaraboknak és a viselési formájának utána nézett. Néhány nappal ezelőtt, ugye pont most voltak a vörösvári napok, és a rendezvénysátor mellett egy kisebb sátorba az egyik napot a népviselet kapta, amire már azt mondhatom, hogy szinte maximálisan kidolgozott viseletekkel tudtam megjelenni, és ott is a gyermektől az idősig, az alsótól a felső ruháig mindent sikerült bemutatni. És akkor a legvégén mutatnám a könyvet, ugye néprajzban nekem minden nagyon fontos a gyűjtőmunka során, de a legfontosabb az a népviselet lett, és a hosszas gyűjtőmunka során felötlött bennem az, hogy jó lenne, hogyha ebből egy dokumentáció is születne, és hát az évek alatt ott tartok most, hogy megszületett az anyag. Dr. Mirk Mária volt egyébként a német szövegnek a lektora, és nagyon sokat segített benne. Magyarul és németül is megjelenik, egy könyvben a két nyelv, és nagyon sok fotó van benne, próbálva megkönnyíteni a szemnek azt, hogy amit olvas, az utána megtekinthető a fotókon is, és bízunk benne, hogy október elején a könyv a nyomdából ki is fog kerülni,
és megtekinthető lesz majd. Amivel ugye kezdtem, azzal is végeznék, a könyvet is így zártam le, hogy a mostani tudásomnak megfelelően igyekeztem a maximumot kihozni ebből a könyvből, de ahogy összeállt az anyag, és most eljutottunk odáig, hogy tördelve van, és lektorálva van, és mehet a kiadóhoz, most is kerülnek elő olyan kiegészítők és olyan viseleti érdekességek, amik belekerülhettek volna a könyvben. Nyilván igényel majd egy bővítést valamikor, de a mostani tudásomnak megfelelően a maximumot igyekeztem kihozni. A zárás pedig, hogyha a technika ördöge nem viccel meg minket, akkor egy kisfilmmel zárnám, mert hogy készítettünk már több kisfilmet itt Vörösváron, és a... Jaj, szép magas a háttér. És... Mindig elvándorol az egész, megvan. És a egyik kisfilmnek egy része a népviselet, és ezért szeretném ezt lejátszani. Mindösszesen 2 perc, szóval egy icipici türelmet kérek csak. Őseink az ünnepeken, a templomban és a hétköznapokon a földeken egyaránt törekedtek arra, hogy öltözékük igényes legyen. Bár a hétköznapi ruhák egyszerűbb anyagból készültek, a viseletek ekkor is pontos szabályok alapján hordták. Az ünnepi ruha mindig díszesebb volt és minőségi anyagból készült. 1991 telén az ünnepi misén készült felvételen a vörösvári templomjáró népességet látjuk, azokkal az asszonyokkal, akik még viseletben jártak a misékre, valamint akik az átöltözés különböző fokán álltak. A viseletnek csak bizonyos részeit hordták, már téli kabát van rajtuk a nagykendő helyett, vagy már csak fejkendőt hordanak városi a sohával. A következő felvételeken a vörösvári viseletre is jellemző két régi praktikát figyelhetünk meg. Az ünnepi viselet nélkülözhetetlen része a fejkendő bécsi csomóval. Az esküvő után az asszonyok fejkendő nélkül nem léptek ki a házból. A téli viselethez tartozik a berliner, azaz a nagykendő. Ez a téli kabát elődje. Videófelvétellel is igyekezett megörökíteni az időseket, amik alapján a régi viseletről is tudok belőle tanulni, és ugye 91-ről beszélünk, amikor még voltak erősebb létszámban asszonyok, én akkor születtem. Szóval az én gyerekkoromban már csak nagyon csekély számban lehetett látni ilyen asszonyokat. Ugye direkt beszélek asszonyokról, mert hogy a férfiak nagyon korán polgári ruhába öltöztek, szóval a viselet már csak az idősebb hölgyeken volt megtekinthető, és mint mondtam, ma már csak egy ilyen néni él. Biztatok mindenkit arra, hogyha teheti, akkor a településén interjúvolja meg az időseket, és hogyha még vannak viseletben járók és
hajlandóak az adat közlésre, akkor mindenképp kérdezzétek meg őket, mert hogy én is látom azt, ami ugye az elején szóba került, hogy utolsó utáni pillanatokban vagyunk, és hogyha ők elmennek, akkor már nem lesz kit megkérdezni erről a dologról, és akkor hitelesen nem tudjuk az utókornak ezeket továbbadni. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet, és várjuk akkor a következő előadót. Köszönjük szépen Szabolcsnak is. Most sajnos nem tudom megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdés, amivel az időkorlátot be kell tartanunk, viszont Szabolcs itt az a mai nap végig, úgyhogy akinek van hozzá kérdése, nyugodtan felteheti. És most pedig felkérném akkor dr. Mirg Máriát, aki a Pilis Szent Ivánon gyűjtött népdalokról fog nekünk egy előadást tartani. Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel köszöntök, hogy Vörösvár mellett akkor Szent Ivánt is képviseljem. Annak örül én vagyok itt, hogy mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat akkori elnöke és vezetője, kiadtunk két füzetet a Pilis Szent Iváni népdalokkal, és két CD-t hozzá, amit majd közelebbről ti is meg tudtok tapasztalni, el tudjátok olvasni. Tehát én most arról fogok beszámolni, arra kért meg Erik, hogy hogyan végeztem ezt a gyűjtőmunkát, miért végeztem. Az az igazság, hogy én ebbe kicsit beletöltöttem. Köszönöm a segítséget, hogy a képeket jobban láthassátok. Tehát a dalgincsünkről, Pilis Szent Ivánon, 1976 és 79 között gyűjtöttem, egy kicsit ösztönösen. Nem úgy, ahogy Márta itt elmesélte, elmondta, hogy hogyan kell szisztematikusan és tudományosan megalapozott módon valamit gyűjteni. Egyszerűen ösztönösen gyűjtöttem, és meg is mondom, hogy miért és hogyan. Az előzményeket kell ehhez látni, hogy otthon a természetes közeg nálunk olyan volt, hogy a nagyszülők még csak svábul beszéltek egymás között. Olyan aranyos volt az egyik nagypapa, azt mondja, hogy Karcsi maga volt Kausmuha. Tehát magázta az unokáját például. Tehát nem tudtak rendesen magyarul. A szüleim viszont egész érdekes, hogy anyukám is itt ül, ott hátul van most, nem biztos, hogy mindent hall, de ők még egymás között svábul beszéltek, hozzánk is beszéltek svábul, de mi magyarul válaszoltunk. Ez volt a 1950-es években, és valószínűleg mindenki hallott már arról, hogy 45 után, a második világháború után a németek itt nem voltak. Szalonképesek, minél többet kiűztek közülük, és akkor azt mondták otthon, ugyan már minek beszéljenek svábul, hát tanuljanak meg magyarul, Magyarországon élnek, tanuljanak magyarul. No, tehát ez akkor így volt az otthoni közegben, tehát nálam minden még itt van az agyamban svábul, kiejteni, elmondani kicsit nehezebben tudom már. Na most ehhez járult az iskolában német nyelvtanulás, heti 3 órában, a gimnáziumban ugyanígy, azután az ELTE-n tanultam germanisztikát, igazából úgy érzem, hogy ott tanultam meg rendesen németül, és az előbb említett Manhetz Károly tanár úr, ő az egyik nagy, legnagyobb alakja szerintem, akkor nem is egyik, hanem a legnagyobb alakja a magyarországi német nyelvjárások kutatásának a területén, ennek az egyik legfontosabb személyisége. Hozzájártam 4 évig speciális kollégiumra,
és ott kaptam az első indíttatást. Marika, gyűjtsön minden, amit talál, mert a 24. órában vagyunk. Hát én ezt hittem és nem is, azért nem hittem, mert körülöttem mindenki beszélt sávul, mindenki tudta azokat az éneteket, azokat a mondókákat, tehát mit verik itt a harangot. De mire aztán a végére érek majd az előadásomnak, látni fogjátok, hogy valóban 79-80-as évekig, akkor már bezárult nálunk legalábbis Szent Ivánon az a kör, ahol még lehetett eredeti anyagokat gyűjteni. A következő még előzmény talán az, hogy a szakdolgozatomat is a bányász szaknyelvből írtam. Nagypapám bányász volt, tehát én úgy belecsöppentem, és nekem minden ott hevert előttem az utcán, hogy úgy mondjam, csak föl kellett venni. Nagypapát ki kellett kérdezni, és már is egy klassz szakdolgozat kerekedett belőle. És ugyanígy voltam azt hiszem a dalokkal is, tehát először a családi körben kezdtem el gyűjteni, hogy na, a nagymama miről tud mesélni? A nagymama tud az öltözködésről, gyönyörűen fölvettem az öltözködésről, amit ő elmondott, és betettem a fiókba. Például, hogy na, éneket is gyűjtsek, hát Crossroader, wer kann a fűszinger, wer kann a kultszinger? Hát és akkor Crossroader mondta, hogy menjél el ehhez a bácsihoz, ahhoz a bácsihoz, ahhoz nagyon sokat mindig és nagyon sokat énekelt, kocsmában ő volt a nótafa, menjél el hozzá. Aztán időközben még a Szent Iváni nyelvjárás, illetve Szent Iváni nyelvhasználatot is feldolgoztam. Így kerültem igazán bele ebbe a néprajzi gyűjtőmunkába, és mint mondom, ösztönösen a cél ott volt előttem, és nem tudatosan, hogy most elkezdtem tanulni, hogy na, ezt így kell gyűjteni, vagy olyan, hogy hiteles legyen, gyűjtöttem ösztönösen. A következő a gyűjtéseknek a pontos, illetve egy kicsit közelebbről való bemutatása. Személyeket, mint mondottam, úgy kerestem, hogy ismerősnek az ismerőse, így adták egymás szájába, úgy erre ide vagy oda. Elmentem az adatközlőhöz, mint ahogy Márka is mondta, és tényleg, hogy beengednek a saját lakásukba. Na hát, aztán érdekes dolgok voltak, hogy ott a náni néni a háttérben, a konyhába tett, vett, zöldöt, belekerült a felvételbe, hát kik érdekelt. Még végre aztán a Miska bácsi azt mondta, hogy Szestád, valami most már nyugodtan, hát nem tudunk fölvenni. Ja, és milyen eszközökkel? Hát kazettás magnó, nem akartam elcipelni. Van nekem még otthon egy ilyen kazettás magnom, amin az eredeti kazettákat le tudom játszani. Lehet, hogy ti már nem is láttatok igazi kazettát, majd mindjárt jön fénykép. Itt a négy legfontosabb, a dalok szempontjából legfontosabb adatközlőnek a fényképét tudom bemutatni. Akit érdemes megjegyezni, az a Miska bácsi az első helyen. Ezek a személyek, tényleg, mint mondtam, nagy örömmel és szívesen álltak rendelkezésre, mert hiszen ilyenkor az adatközlő kerül középpontba. Nagyon fontos lesz, ugye mindenki számára fontos, hogy egyszer most én szerepelhessek, és én mondjam meg azt, hogy én mit tudok, és megmutatom, és majd megdicsérnek, és örülnek. Tehát nagy örömmel mindenki rendelkezésemre állt. Miska bácsi volt, ő akkor, amikor fölvettem, 81 éves volt, és ő még az első világháborúban volt katona is. Most 62 dalt énekelt magóra, 62, volt amelyiknek 6-8-10 versszaka volt fejből. Nem hiszitek el, én se tudnám manapság még magamról, főleg nem tudnám elképzelni, hogy ennyi dolog ott lapul a fejemben. És itt jön elő az a kérdés, amit Márta is említett, hogy mi az eredeti, Szent Iváni vagy nem Szent Iváni dal, hát Miska bácsiból ömlött. Az első világháborúban volt egy csomó bécsi fiakkeres dal, akkor stájerországi dalokat, mindenfélét, amit ott a katonák esténként a tábortűznél, vagy
valamilyen alkalomban leültek, és ott énekelt, itt megtanulták egymástól. Tehát a Miska bácsi énekelte a legtöbbet, és nagyon nehezen kapott már levegőt, de amikor énekelni lehetett, akkor szárnyalt. Ziegler János, Háber András, Keszvéri József, na most ők arról voltak híresek, hogy ők énekeltek mindig a kocsmában. Hát olyan dalokat énekeltek, amelyek gyakran nem voltak szalonképesek, és a János bácsi is eljött hozzám, hogy énekli, és akkor mondja az anya, hogy hát tóssal műmérsel, írjük ez művel színjel. Tehát, hogy ő saját maga szégyelte magát, hogy nem, hát ezt ilyen környezetben nem lehet ráénekelni. Én bizony bíztam, de nem baj az János bácsi, úgyhogy felénekelte. És utána pedig még két asszonyt érdemes megemlíteni, akik azt mesélték el, mert ugye érdekelt az is, hogy hol tanulták ezt a sok éneket. Manapság el se tudjuk képzelni, hogy ennyi dal valakinek a fejében ott van. Azt mesélték, hogy vasárnaponként összejöttek, énekeltek, az utcán voltak, sétálgattak, és például a kukoricafosztásnál, a túlfosztásnál télen leültek, és ott énekeltek. Jó, tehát itt van az összes eredmény, hogy így mégiscsak nem egyszer hangosabb, egyszer halkabb. Tehát 18 személy volt, akiket megkérdeztem, nem csak az ének, hanem egyébként is, mert ugye ott volt írva, hogy Manherz tanárul, és azt mondta, ne csak a dalokat, hanem mindent, amit talál. Elkezdtem például mesterségekről kikérdezni, mondókákról, akkor a templomi énekekről, karácsonyi énekekről. Tehát összesen van 4,5 óra műsoridőn, mesterségekről, bányász, cipész, pék, hentes, ács, és az öltözködésről. Összesen 130 darab felvett tételem van, ebből 26 mondók, a köszöntő, kiszámoló, a többi pedig ének, illetve ezeknek a mesterségeknek a bemutatása. Hát a képen nem tudom, mennyire ismeritek fel, ezek azok a kazetták. Orvó kazetta, még ilyen 10x8 cm-es méretű körülbelül, és azt is rátettem az egyikre, igen, hogy már kétszer használatos. Hát én is akkor fiatal voltam, és nekünk is fel volt véve mindenféle, a Led Zeppelintől kezdve a ki volt még, Cherokee, és mindenféle ilyen régi, amire ma azt mondjátok, hogy retro. Retro zene volt felvéve a kazettánkra, és akkor a bátyámtól csak úgy csendtem, na jó, ezt már úgysem hallgatja, gyorsan ide elvettem tőle, és hát kétszer használatos, tehát van olyan felvétel, ahol a két ének között beugrik egy ilyen jó kis Beatles számnak az egyik része. Tehát ez a kazettás magnónak a története. Na most problémák, persze úgy voltak, a felvétel minősége nagyon sokszor gyenge, ezek a kazetták milyen gyengék voltak, időközben már kedves férjem digitalizálta, tehát már itt a memory stickkel is be tudjuk dugni, és javult is egy picit, illetve legalábbis nem romlik már a minőségük. Zúg, szöveget téveszt, megállom. A szöveggel volt a legnagyobb baj, ahogy itt Márta is mondta, hogy tényleg nagyon nehéz. Egyrészt azért, mert az ének gyorsan fölvettem, és mikor le akartam írni, akkor jövök, hát mit jelent ez a szó? Mi akart ez lenni? És az a baj, hogy az adatközlőtől már nem tudtam aztán megkérdezni, mert mint mondottam, a 70-es évek végén gyűjtöttem, és ez a két füzetecske 2011 és 13, tehát majd 20 évvel később. És akkor énekelte a Miska bácsi, hogy tudt hány trumragi nenúr, mi lehet az? Hát igen, Erik már nevet, mert már ezt megfejtettük, ahhoz akkor tudni kell azt, hogy a rabina az a rabbi, és egy rabbinak egy hatalmas nudlija. Tehát ilyen csúnya dolgok voltak ezekben a dolgokban, nem csúnya, de érdekes és vidám, de csak akkor, hogyha megértem.
aztán nagyon sok éneket Hochdeutschban énekeltek, hát az valószínűleg onnan származik, hogy valahonnan hozták magukkal, és ezeket a dalokat viszont mindenféle német népdal gyűjteményben is meg lehet találni. Tehát érdemes lenne még egyszer utána nézni, nagyon jó kutatási téma, hogy összehasonlítom ezeket a dalokat, vajon mi honnan jött, és melyik dal az, amely össznémet kulturális kincs. A fonetikus átírással hát azzal szenvedtünk a legtöbbet. Itt a következő lapon, hát nem tudom, látjátok, el tudjátok. Tehát ez az eredeti, volt egy ilyen kis füzetem, ahol az eredetit felírtam. Nem tudom, mennyire tudjátok olvasni ezeket a jeleket. Ezeket tanultam én a nyelvjárás kutatási speciális kollégiumon, ez a nemzetközi fonetikus írásmód, és azzal a Szent Évát is gyönyörűen le lehetett írni, de hát egy laikus, egy egyszerű haladó nem tudja elolvasni. Tehát ezzel is akkor gondunk volt, hogy hogyan írjuk át. A füzeteknek a megjelentetése, ez 2000 táján gondoltunk arra, hogy ezeket az énekeket, ha már föl vannak gyűjtve, énekeljük szeretettel. Összegyűltünk havonta egyszer, és csak úgy dalkincs, a dalkörben énekeltük a dalkincsükkel, őriztük a hagyományt. Viszont a hagyomány, ezt nemrég tanultam egy óvonőtől, nem egy beteg, hogy ápolni kellene. De nem is egy olyan kincs, amit őrizni kell, mert hogy el akarják lopni, hanem tovább kell adni. Tovább adni ahhoz, hogy megmaradjon. Én ezt mindannyiótoknak az eszébe szeretném vésni, hogy a gyűjtésekkel és a néprajzi értékekkel így gazdálkodjátok, és így tudjátok használni és továbbadni, mert csak akkor él. Ha már nem adják tovább, akkor kész, vége, meghalt. Tehát ezt a két füzetet mi kiadtuk. Egy, a neveket talán nem ismeritek, de nagyon fontos, hogy Tiri Szent Iván énekkarjának vezetője, a kórus vezetője és kántor, Nebrand Ferenc, ő is beszállt ebbe a körbe és énekelt. Nekem zenei előképzettségem sincsen. Egyszerűen hallom, hallás után tudok énekelni, ahol ott a tudom, hogy a bogyó magasabban van, egy magasabb hangot kell énekelni, körülbelül így. No, de Feri bácsi vezetésével nagyon, nagyon jó volt. Kottázása nem volt se idő, se ember. A kántort nem tudtam rászedni. Ezért úgy döntöttünk, hogy csak a szövegeket írjuk be ebbe a kis füzetecskébe, és aki akarja, fogja a kazettát, beteszi fülhallgatóval, hallgatja, a szöveget látja, és hallás után meg tudja tanulni. Hát az a hiányosság, hogy semmilyen szempont szerint nem csoportosítottuk, mint mondja, az életkor, vagy kocsmadalok, vagy ilyenek, vagy olyanok, egyszerűen csak ABC-ben, amelyik tetszett, amelyiket szeretünk, amelyik jól nem, azt fölénekeltük. Jó, a gyűjtéseknek felhasználása, tehát megjelent ez a két füzet, két kazetta, újságcikkeket írtunk a Szent Iványi újságban, ezen kívül például a főzött tanfolyamon is, mert mondtam, hogy nem csak dalokat gyűjtöttem, hanem más dolgokat is, hagyományos főzött tanfolyamot is szervezünk, ott is felhasználjuk. Többet kellene rendszerezni és kiadni, egy-egy témát mélyebben kutatni. Én erre szeretnék mindenkit ösztönözni, hát ha itt is valakinek az agyába egy szöget ütött a fejébe, hogy jaj, de jó lenne, mert nálunk is ilyesmi van. Gyűjtsétek, és nem elég a gyűjtés, nagyon fontos, fel kell dolgozni, és ki kell adni, mint ahogy ti is adtátok, mert csak így tudjuk közkincsé tenni. Sajnos nálam az a baj, hogy nagyon sok minden még mindig ott van ezekben a kazettákban, amiket fel kéne dolgozni és ki kéne adni. Szent Ivánon nincs már hiteles vágó, jól beszélő idős adatközlő, de mint vagyunk Budapest környékén, ahol nagyon sok a vándorlás elveszítik a nyelvjárást, talán távolabbi kisebb falvakban többet tudtok még találni.
És erre azt mondom, hogy valóban a 24. órában élek. Azt úgy írtam eredetileg, hogy éltem, de hát azért még mindig itt vagyok. És amit tudtam, még felgyűjtöttem. Úgyhogy benneteket is arra bíztatlak, hogy gyűjtsetek tovább. És mielőtt elbúcsúzok, illetve el is búcsúzhatok, de utána még énekelni fogunk együtt, Erik azt mondta, a gyűjtésemből lejátszanám nektek azt az éneket, amit Miska bácsi énekelt föl. Ide tettem a szövegét, hogy együtt is tudjuk énekelni. Megpróbálom, hogy segít ezt, köszönöm szépen. Igen, hogy alul beinduljon. Egyezik, de hogy a két is ilyenak is, azt nem fog menni. Na, ez ugye egyik szöveget se találtátok itt, ami itt ment, vagy nem tudom, kinek milyen a hallása. Hát a Miska bácsi olyat énekel, hogy unce olgyi kuklmál, pedig pedó, és te hányt ír fogsz an fejlőpám. Hát, hogy mit tapaszt oda ki, az nem nyomda festéket tűrő dolog, kiakasztja az izényét. És akkor mondja tovább, hát akkor jön a kis Schusterpul, és oda akasztja mellé, ez egy cikkfel. Hát mire én azt kiderítem, mi az a cikkfel? Hát ez tulajdonképpen a párnának a csücske, én ezt így tudtam, a kis csücskét. Tehát, hogy oda akasztja a kis Schusterpul az ő kis pilinckáját, amilyen neki van. Szóval ilyeneket énekelt föl, de ezt nem mertük, hát akkor fogtuk, és akkor egy kicsikét úgy megváltoztattuk azt, hogy odaírtuk, hogy kocs, heimtére kocs, mert a fonc helyett a kocs, hát a kocs a macskát odaakasztja, és akkor jön a kis Schuster kisfiú, és oda akasztja a csizmáját. Szalonképessé tettük. Nem tudom, hogy igazán mi a helyes megoldás, de még ennél turbább dolgok is voltak. Jó, de mi azt nem fogjuk énekelni, hanem csak ezeket a szalonképes verszakokat. Megkérném akkor Waltert, hogy együtt énekeljük az ő vezetésével. Köszönöm a figyelmet, és örülök, hogy megtaláltam.